László szaxofonművész az örömódát játszott el, a néhai Göncz Árpád köztársasági elnök 95. születésnapján megtartott megemlékezésen az egykori lakhelyénél a Bécsi úton. Az épület falán tavaly óta emléktábla hívja fel a figyelmet arra, hogy 1947 és 90 között itt élt az egykori kisgazda, majd a rendszerváltás idején SZDSZ-es politikus, az 1990-ben köztársasági elnökké választott író, műfordító. A kerület díszpolgárára mintegy 100-an emlékeztek. Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy Göncz Árpád egész élete a demokráciáért folytatott, következetes küzdelem jegyében telt. Az 1989-90-es demokratikus változások tevékeny részese volt, aki a 20. század mindkét diktatúrájával szembeszegült. 1989-90-es demokratikus változások tevékeny részese, aki a 20. század mindkét totalitárius rendszerével szembeszegült. Életpályája szinte összefoglalja a magyar 20. század történetét. A magyar progressziónak nemigen akadt olyan fontosabb csoportja, amellyel ne lett volna kapcsolatban. A magyar demokrácia megteremtésére és védelmére irányuló erőfeszítéseknek nemigen akadt olyan fontos eseménye, amelyből ne vette volna ki a részét. Mácsai Pál színművész József Attila Thomas Mann üdvözlése című versét adta elő. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk. Hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén hadd lássunk át magunkon itt az estén, párnás szabadon át nem üt a zaj. Az ünnepség végén a megemlékezők, köztük Búzs Balázs polgármester, virágot helyeztek el az emléktáblánál. Nem sokára a Göncz Árpád mellszobrot avatnak az Óbudai Egyetem parkjában. A műalkotás közadakozásból készül.